Shut up and sit down. Ez mindig egy kihívás. Nyilván egy nagyon érdekes karakterről van szó. Én nagyon élveztem a próba folyamatot, és szerintem egy nagyon jó kis előadást született. Istennel minden lehetséges. A hit olyan, mint egy picinke mag, amit ha egyszer elültetünk... tudom, cseperedik bennünk szépen lassan, tudom. Milyen? Nem ültetünk is mag? A cseperedjen. Rendkívül fura érzés. Sosem gondoltam volna, hogy a szöveg, amit egyszer csak ott leírtam, az más. Igen, köszönjük. Rendkívül fura érzés volt látni élő színészek szájából mondatokat visszahallani. Megmondom, hogy nekem nagyon tetszett, és nekem is nagyon sok olyan dolog került így előtérbe, amire annó, amikor megírtam a darabot, nem is feltűnt gondoltam, hogy ezt esetleg belefogalmaztam, lejtve vagy bújtak a sorokba. Tanulságos volt nekem is a próba folyamat, nagyon élveztem. Én úgy gondolom, nagyon sokat nevettem rá, de szerintem a nézők is rengeteget fognak. Nézd meg azt a Noét! Hát nélküled igen nagy bajban lett volna. Én mindig mondtam, soha ne bízd meg olyanba, akit Noénak hívnak, milyen név már ez? Na és? Nem egy nőt játszom, hanem egy angyalt játszom, aki női ruhát ölt, hogy meg tudja védeni a barátját. Úgyhogy ez egy színész, aki egy férfit játszik, aki egy nőt játszik. Igen, egy erős férfi, egy földön túli. Technikailag nehéz úgy nőt játszani színpadon, először is, hogy 100 kiló vagy és férfi, másodszor, hogy rettetesen nehezen mennek rád ezek a ruhák, egy 2-3 próba alatt fél kiló parókát biztos megeszel, állandóan belóg a szádba mindenhonnan, és hát a magas sarkú cipő, minden férfi színész, aki játszott már nőt, az tudja, hogy a magas sarkú cipő az halálnak halála. Ugye, ahogy az életben zajlanak a dolgok, az a színpadon nem úgy működik, hogy azért volt nagyon jó az alapanyag, mert ugyanakkor az egész helyzet és a figurák, az egy nagyon groteszk helyzet, amilyen az élet, hiszen az élet az groteszk. Mennyire érzed magad isteninek ebben? Ez jött soha, sorry. Igen? Hát istennek érzem magam. De hogy érted ezt? Emberi szándékok vannak, és azokat... Van egy konfliktusom az apámmal, hogy egyfolytában megfelelni akarás, ami végig van, ugye? Meg ezen kívül nagyon szeretném megismerni a testvéremet. És ez van végig. Tehát ez a két fő szándék, ami végig vezérel engem ezen a darabon. Szerinted hasonlítunk? Hát légtéres egy az apánk. Te jószagú atya úristen! Igen? Nem neked mondtam, ez csak úgy mondják mifelé. Épp az emberi oldalát akarjuk. Tehát én az elején is, meg most is azt mondom, hogy ha nem Jézus a neve, hanem Jóska, akkor is ugyanez van, úgyhogy nem. Különösebben nem a másságát, vagy nem az isteniségét fogtuk meg, hanem az emberiségét szerintem. Ezért izgalmas ez a figura, mert egyszerre egy tiszteletes asszonyt játszhatok el, és egy kocsmárost, akinek egyébként a megszólalásai is igencsak, hogy mondjam, két embernek az összeszűrt, vagy összefonódó gondolatai. De érdekes, amikor belemond, ezek az egy-egy mondatok olyan nagy igazságok sokszor. Lehet, hogy néha általánosságnak tűnik, de kifejezetten, ha belegondolunk, akkor oppá, tényleg így van. Szerintem nagyon nagy mondani valója van ennek a darabnak. Mégpedig az, hogy amit a végén ugye el is mondok, hogy minden ember más, és mégis egy. Hanem amikor elmegy, hogyha olyasmit hagy maga után, ami nem csak arról szól, hogy sok-sok pénz, hanem valami értelmes dolog, amit létrehozott, akkor menni is könnyebben tud.